A Real Time Biddingnél éreztem először, hogy az internet, az online technológia behozza azt a hirdetések terén is, ami igazából ennek a platformnak az ígérete, hogy minél hatékonyabban, a lehető leghatékonyabban hirdessünk. Ugye a Real Time Bidding egy olyan hirdetési platform, ami hatékonyság alapján helyezi el a mi hirdetési a bannereket, a szövegeket, és nem prekoncepciók alapján tervezünk médiát, lefut a, teszem azt, egy hónapos kampány, majd értékeljük, hogy mi történt. Itt valós időben gép optimalizálja azt, hogy hol érdemes megjelennünk. Mi az, amikor nem ez alkalmazható? Tehát, hogy mondjuk nem feltétlenül van helye, vagy csak módjával? Ilyenkor a standard válasz erre a kérdésemre a média tulajdonosoktól, amikor brandet akarok építeni. Higgyem el, hogy kiváló hatása van az amúgy hatékonyságra optimalizált kampányra. De ez, azért ezek nem annyira erős indokok, mint amikhez általában hozzászoktunk a mi csapatunknál. Kétségtelen brandépítés, amikor egy bizonyos szegmest, egy bizonyos médiafelületen el akarok érni, akkor a klasszikus, hát több mint 100 éves módon ezt meg tudom tenni, de mindig van egy hiányérzet, hogy ez most tényleg jó helyre ment-e, és tényleg milyen hatása van az online sales-re, az online konverzióra kihelyezett hirdetési felületeknél, és ilyenkor azért ez mindig egy bizonytalanságot jelent. Magyarországon még nagyon-nagyon pici arányban. Nemrég olvastam adatokat arról, hogy a fejlettebb piacokon, Nagy-Britanniában és Amerikában már kezdi megközelíteni a 10%-okat a real-time bidding. Persze ott egy egész más e-commerce konverzió alapú kultúra is van online média tervezésnél. De ennél izgalmasabbak a jóslatok, miszerint 2016-2017 környékére az online média költések akár harmada is real-time biddingen keresztül mehet. Mielőtt real-time biddingnek nekiindulunk, ahhoz kell egy nagyon komoly online hirdetési tudás, hogy tudjuk, hogy mi zajlik pontosan a real-time biddingben. Kell egy olyan stratégia, ami leírja, hogy hogyan használjuk a real-time biddinget. Milyen akvizíciós költségre optimalizálunk, milyen volument célzunk meg a real-time biddinggel. Tehát itt egy nagyon komoly belső sales stratégia kell, hogy meglegyen, mielőtte kikezdünk egy ennyire fejlett online platform használatnak. Ha nem vagyunk biztos, 100%-ig biztos abban, hogy online mi történik, hogy a konverziókat hogyan számolják, hogy a CPA számításunkba mit teszünk bele, a post-clicket, a post-view-t, ezeknek valamiféle keverékét, az, hogy a multi-channelt, azt hogyan számoljuk el, hogy a first click, last click és a közötte lévő további megjelenéseket hogyan számoljuk el, akkor a real-time biddingben a tevékenységünk nem lesz annyira hatékony. Az elkövetkezendő időszak a technológiák időszaka. Ki az, aki tud olyan technológiát, kész platformokat előhozni a piacra, azokat biztosan kezelni, amivel ezeket a stratégiákat tényleg szépen kivitelezni is tudja.